A földi csapat bejutott az elődöntőbe, de két futamot elveszített. Már kifelé állt a rudunk. Ekkor hívta Domvej a lovasságot, engem, Rick Thunderboltot. Korábban bajnok versenypilóta voltam, most a földi csapat új edzője. Ezek után minden simán ment. Megnyertük a futamot. De Mollit valami hátráltatja. Tisztán érzem. Remélem meg fog nyílni. Hol van csillagfutama? Tizedik rész. Kemény Rush. Oké, Molly, most lássuk az élt. Jó! Most a hármas óra csava. Jó, hogy még nem ettem. Jordan, nyavajgás helyett fordítsd meg a tornyot, és célozz hátrafelé. Sajnálom, Rick, rajta vagyok. Csak ennyit elég tőled, Molly. Mutass valamit óra másik felé! Gyerünk, adj bele mindent! Milyen volt a mai edzés? Felsültünk. Ha? Egész szépen halad. Nagyon boldog leszel. Oké, gyűjjünk össze, emberek! Közeleg az idő! Mindenkire számítok! Tegyetek meg mindent! Ma nyernetek kell! Én. Egy szimpla sok szerencsét is megtenné egyszer. Megint az apádon merengtél? Apám? De honnan tudod? Azt mondtad, miatta álltál be a csapatba, nem? Igen, persze, az apám. Nos, ideje lenne megmutatnod apucinak, milyen kemény vagy, kisegér. Teljes a feltöltés! Akkor is, ha nem láthat a földről. Szerintem apád megérzi, mikor győztök. A rendszer rendben, nyomás! Köszönöm, Rick. De az apám éppenséggel egy komplett idióta. Az elődöntő negyedik futamára szólítom most a földi csapatot. És a Bajnos bolygóról Rust a kőzúzó fedélzetén! Hé, Jordan, látod ezt az izét? Ez a hajpacni, nem ijeszt meg! Jó! Nem nagyon. Ez a hajó nem lehet túl gyors. Koi? Magmagyújtás a tolóerőnek, különösen ellenálló hajóburok. Nem lehet tudni, mennyire lehet sebes. Kutass tovább, nem kedvelem a meglepetéseket. A mai futamon lesz egy külön szabály. Célpontfutam! Célpontfutam elég tetszetős elnevezés. Stan, tudod, mit jelent ez? Gőzöm sincs róla. Meglepetés célpontok, gondolom. Ugyan, Don, nyugi. Bíz benne, hogy mindenki érti a dolgát. Nincs más választás. Kérre az utamból! Nekem kell a győzelem! Molly, nem bírom!
Vigyázzatok el vele! Nem jó! Molly, emlékezz az edzésre! Itt az élidő! Igen, erről van szó. Ez nagyon csúnya volt! Uram, gondolom tudnia kell, hogy az idegen hajó teljesítménye 30%-os. Más szavakkal szórakozik velünk. Miért csinálna ilyet? Itt vagytok! Egy pont Rushnak, és egy extra bónuszpont, mert ő talált először. Ha? Aki a legtöbb célpontot eltalálja a leghamarabb, az lesz a mai győztes. Mali! A gömbök, azok a célpontok. Tessék! Fordulj vissza gyorsan! Ez a Jordan, szedd le! Majdnem. Ott van. Megvagy! És most a cimbora. Földiek 1, Rush 5! Gyorsan, Molly, a győzelem nélkül végünk van! Irány a célpont! Hagyd már élni, Don! Csak kibillentett szegényt. Rick, őket kell tréningelned, nem engem, érted? Pápá, kölykök! Enyém a legvégső díj! Ez rossz alakult. Az ő oldalán vannak a gömbök. És az infravörös érzékelő? Bingo! Jordan, elhagyjuk a járatot! A földi csapat eltalált 4 célpontot! Ezt nem gondoltad volna, ugye, nagy fiú? Rush 5-öt pusztított el! Az új állás 5 a földi csapatnak és 10 Rushnak! Holly, mégis mit csinálsz? Ne engedd, hogy ő uralja a futamot! Mit gondol, mit csinálok? Szórakozom vele! Remek, most színvak lettem. Molly, légy olyan kedves, kérek egy élt! Ha ez boldoggá tesz! Célpontok! Az új állás 24-24! Kapaszkodj, Jordan, most visszaállok! Csak nem fogsz falhoz szorítani! Még egy! Jordan, remélem jól vagy. Van egy remek gyógymódom, öreg! Állok elébe! Gyerünk, Jordan! Nehogy elbaltázd! Az enyém! Ah!
hihetetlen! Túl öreg vagyok ehhez. Mindent megtettél, hogy megállítsd őket. Mégis futamot nyertek. Végső állás! Földi csapat 25, Rush 24! A földiek nyertek! Bravo, Jordan! Ügyes voltál, fiam! Kitűnő találat volt. Semmiség volt, uram. Ugyan? Szedd össze magad. Sokszor kell még nyernünk. Ha? Molly, neked is gratulálnom kell. Kemény futam volt, és te szépen küzdöttél. Köszönöm, uram. Pattanj fel, Jordan, egy kis friss levegő jót tenne. Húzzunk már el innen. Itt nem kapok levegőt. Mondd csak, tényleg ennyire utálod ezt a lányt? Ha? Minden pilótámmal kemény vagyok, tudnod kellene. Talán ideje lenne magadra gondolnod. Az életem így is tökéletes, köszönöm. Igen, persze. Utálnék a fiad lenni. Vagy ami azt illeti, a lányod. Ha? Valami rosszat mondtam? Nem tudom, hogy szeretnék-e messzire elutazni. Különben ezek a rétek olyan egyformák. Jordan, benne tényleg nincsen kalandvágy. Kapaszkodj! Neked családod van? Hogy nem beszéltél még róla? Emlékszel, mikor találkoztunk? Hát persze. Juhi! Hey, öreg ember, segítene? Szeretnénk, ha valaki elindítana minket. Elnézést. Versenyzünk? Vagy ez még nem tűnt fel, öreg ember? Azt akarja, hogy indítsam el. Jól van, vén ember, maga aztán nem semmi. Oké, rendben, megteszem. De ezúttal ne rajtoljon előbb. Megnyerted a versenyt, és utána is minden futamot. Mert jó edző voltál. Amikor veled kezdtem dolgozni, az életem új fordulatot vett. De nem meséltem sokat előző életemről. Igen, menedzser voltam, házas ember, és volt egy kislányom. Az első bajnokom halála felborította a világomat. Nem érdekelt a versenyzés öröme. Onnan kezdve egyedül a túlélés számított. El sem hiszem, hogy ezt sikerült eltitkolnod előlem. Ennyi éven át. A sziget tele van romokkal, de nem hasonlítanak az itteni házakhoz, ugye? Sose gondoltam erre.
megyek, és megnézem jobban. Tessék? Molly, azt hiszem, vissza kéne mennünk. Itt korán sötétedik. Ugyan már. Talán Dombey aggódni fog miattunk. Nézd, ott fent van egy nyílás. Molly! Jordan, gyere, nézd meg ezt az üreget. Egyszerűen döbbenetes. Később olajozod meg a puskát. Oda be kell jutnom. Ne már, tűnjünk el innen. A frász jön rám ezen a helyen. Molly! Molly, minden rendben! Ezek a domborművek versenysiklónak néznek ki. Ez lehetetlen. Ez egy ősi hely, több ezer éves lehet. Molly, gyere ki gyorsan, mert süllyed! Kerülj szárazra! Itt semmit sem tehetsz érte! Nem esett bajod? Megmented, de miért? Követtelek téged. Gratulálni akartam a győzelemhez. Tényleg csodás futam volt. Mármint tényleg örül neki? Én ezt nem értem. Ma oda lett egy futam. De holnap biztos nyerni fogok. A bolygónkon büszkék vagyunk, hogy az élet szépségét nézzük. Az én kostülköm mindig félig tele. Gyertek, visszaviszlek a hangárba. Elég izgalom jutott nektek egy napra. Molly, kérlek, ölelj meg. Mm-hmm.